Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Szombathely Ma, a Szombathelyi Televízió közéleti magazin műsora. Nagyon jó idő van, végre véget ért az a hideg, aminek köszönhetően egy kicsit késett a tavasz, de azért csak megérkezett. Csak úgy, mint a motorosok az utakra. Ez adja az első témánkat. Egy kicsit problémázunk az autósok és a motorosok vitájáról. No, aztán szakmázunk és éjszakázunk, a szakmák éjszakájának az ideje is elérkezett, valamint, ha már az időpontoknál tartunk, a Roma Világnap adja az apropóját a harmadik témakörünknek. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, akik mindketten valamelyest motorosok, illetve autósok, Török Zoltán, szakoktató a Vasi Ati Kft-től. Így van. Illetve Fehér Zoltán, a motoros, és én nagyon remélem, hogy nem fogtok nagyon összeveszni a következő témán, mert hogy az a helyzet, hogy ugye a jó idő vonza a motorosokat. Most már nagyon sokan vannak az utakon. Ebből következik, hogy egyre több a konfliktus helyzet. Első körben a motorost kérdezném meg, hogy akkor tulajdonképpen ma történt-e valami, biztos, hogy motorral érkeztél. Igen, motorral érkeztem. Úgy tudtam. Na, itt azért különbséget tennék legelőször is, hogy kétféle motoros van elsősorban. Az első az, aki azért motorozik, mert szereti magát ezt a világot, a másik pedig azért, aki az adrenalinért hajtja a gépet. Radikálisan meg lehet különböztetni őket, ezt közlekedésben napi szinten lehet látni, amikor csak annyit látok, hogy valami zúg a hátam mögött, és látom a rendszámát előttem. Ő valószínűleg nem a szabadság érzésért, hanem inkább az adrenalinért megy, de nem akarom őket se bántani, ez az ő világuk. Én inkább a hosszú távú motorozást részesítem előnyben, én csopperek és túragépeket kell szimpatizálok személyesen. Na, egy pillanat, mert itt szólnék közben, ugyanis most már muszáj megmutatnunk ezeket a csodákat itt az asztalon. Ezek is a tiédek, tehát ez is mutatja azt, hogy a motorok szeretete nálad bizony nem vagy nem csupán a száguldozásban. Ez egy életforma, így van. Tehát kaland. Na. Igen, és hát kérdezted, hogy mi volt a reggeli kaland. Hát ma csak két vészfékezésem volt, befele jövet. Mennyit mentél honnét? Melyik úton? Ez 86-ostól a 86-os Körmendi út és az Operint utca szakaszra két vészfékezés. Motorosnak van egy ilyen fizikai adottsága, hogy azért egy sorba, hogyha halad, akkor azért célszerű megtartani egy bizonyos követési távolságot. Hát mögöttem haladó autó csak bevágott elém, majd egy vészfékezésen megállt, mert valószínűleg akkora vagyok, hogy nem vett észre egy autót előttem. A másik meg meglepődött, hogy miért 70-nel megyek, mert egy kamion megy előttem, és hát szemből nem biztos, hogy jönnek, akkor nem biztos, hogy egészséges megelőzni, mivel senki se akar igazából nagyon hamar matrica lenni. Török Zoltán szakoktatót kérdezem meg, hogy valóban ennyire veszélyes a motoros közlekedés, vagy esetleg a motorosok nem tudnak közlekedni, vagy az autósok nem tudnak a motorosokkal közlekedni, vagy hogy is van? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, ez olyasmi, ha egy példát mondhatok, mint a férfi meg a nő kapcsolata. Mást akar a motoros, mást akar az autós. Egyébként én azért hozzátenném, hogy ez a Zoli, ahogy mondta, egyetértek a motorosnak ezzel a hozzáállással is, de van egy réteg, aki meg hát kényszerűségből, én nekem nagyon sok barátom azért választja a motort, mert olcsóbb, mint a személygépkocsi. Kevesebb üzemanyaggal megy, tehát van, aki kényszerből akár munkába is azzal jár. Tehát nem divat, meg nem száguldás. Igen, tehát nem feltétlenül csak divat, és talán azt gondolom, hogy most nálunk az autós iskolában is az a jellemző, hogy a fiatalok jelentkeznek főleg, ők persze moped kategóriával, tehát ez még nem az igazi nagymotoros kategória, de szinte biztos, hogy nekik is meg lesz a nagymotoros kategória. Illetve most kiesik ez a középső életkor, ami régen a középiskolásokat és a 20 éveseket érintette. Most inkább a 30-hoz közelebbik, de megy ám ez följebb is jóval ez az életkor. És akkor most ugye van egy új rendelet, miszerint 24. életévét betölti valaki, akkor egyből korlátlan motoros jogosítványt szerezhet.
Na most ő náluk sem lehet ezt így kijelenteni egyébként, hogy csak azért, mert most hirtelen kap egy nagy teljesítményű motort, most nyilván gyakorlata persze, hogy nincs meg. Én nekem volt szerencsém egy nagyon szuper vezetéstechnikai pályán részt venni, hát aki ilyenem volt, az tudja, hogy ezt szinte kötelezővé kellene tenni. Tehát enélkül nagyon nehéz bizonyos helyzetekbe jól közlekedni, de hát nagyon drága sajnos, tehát én is egy ilyen nyeremény kapcsán jutottam ehhez hozzá. Ők viszont azért az életkoruknál fogva nyilván rutintalanabbak, hiszen azért egy személygépkocsin szerzett gyakorlatot nagyon nehéz egy motorra átültetni, aki nem motorozott. Tehát, szóval nem is tudom a motoron mennyi ideig tanul valaki motorozni. Amíg motorozunk, addig tanuljuk azt a motorozást. Eleve mások a motorok. Én amikor kezdtem a régi rendszerben, még a 250-es MZ volt a csúcs kategória szinte. A jávák is sok mindig ezt mondták, persze. Igen, ők országúton egy kicsit gyorsabbak voltak. Olyan nincs. De a városban azért az MZ gyorsabb volt egyébként, maradjunk ennyibe. Persze, most ezen megígértük, nem veszünk össze. Szóval a régi szép időkben most már olyan választék van a motorokban, hogy hát a határa csillagos ég, a pénztárca, függő a dolog, ki mit engedhet meg magának. Okay, de akkor visszatérve a közlekedésre. Igen? Hát most nyilván itt azt gondolom, hogy megfeledkeznek az autósok is sokszor, tehát itt nem a haragról van szó, meg nem arról, hogy most nem akarom én a másikat figyelni. Én még a legjobb esetben is egy 1500 kilós tömeget mozgatok. Most a motorosom lehet, hogy leosztva a teljesítményét arra a súlyra, tízszer nagyobb, és azért az autósok között is most Szombathelyen elég körbenézni, nagyon szép, gyönyörű szép autók vannak. Joggal hiszi azt, hogy ezzel a gyors kocsijával tényleg ő az utak királya, most nem bántásból mondom, most jó értelemben. Viszont egy motoros mellett én most nem akarom nagyon tényleg firtatni, de egy mopedossal is esélye nincs, amikor ő mozgat 150 kilót, hogy úgy fölvegye a versenyt egy lámpánál induláskor, sávváltáskor, és néha erről megfeledkeznek szerintem az autósok, tehát nem hiszem, hogy direkt ártani akarnának a motorosoknak, de ezt abszolút nem veszik figyelembe, hogy más a fizikája a két járműnek. De akkor jól érzem, hogy tényleg itt van ez a harc, ez az erőharc. Inkább ilyen férfiúi vehemenség erről van szó, hogy én azért is megmutatom, azért is legyorsulom azt a motort, mert a kereszteződésben én hamarabb ki tudok ugrani. Ilyenkor ti mit tesztek? Gondolom az életeteket azért félditek. De legtöbbször kiröhögjük. Ja. Most menjek bele egy olyan harcba, hogy én húzok neki egy kövérgázt, és utána satufékkel állok meg a következő lámpánál, mert éppen hogy ott piros van még. Vagy fölveszem a 40-50-es tempót, és zöld hullámmal átcsorgok, és gond nélkül. Hát önneki meg sok pénze van benzinre, meg gumira, hát most mit csináljunk? Hát az ő dolga. Motoros fejjel mi a legfontosabb dolog, amit mondjuk kérnél az autósoktól? Tudom, hogy te is vezetsz autót gyakran, ha bár jó időben téged túl gyakran nem látni kocsival, de ettől függetlenül, tehát ha lenne egy dolog, amit kérhetsz minden autóstól, akkor mi lenne az? Vagy hogy tudnánk ezt összefogni? Vegyenek észre. Tehát az, amikor megy, tehát nagyon sok autós konkrétan úgy közlekedik, mint a páncélos lovag, amikor elindul a harcba, rostét le, arra a harcmező irány az autó. Uh-huh. Mennyire lehet az autósokat ránevelni erre a fajta magatartásra? Azért kérdezem, mert állítólag a motorosok váratlanul érkeznek, túl gyorsan érkeznek. Hogy lehet figyelni folyamatosan a motorosokat? Tehát azért egyfolytában nem lehet, vagy lehet? Nem, ez nem lehetséges. Tulajdonképpen most mi azért jöttünk be, hogy a motorosokról beszéljünk, de szó szerint ugyanezek a kérdések lennének, ha egy gyalogosról beszélnek, ugyanígy váratlanul jelenik meg, a Szombathelyen rengeteg kerékpáros, ugyanolyan váratlanul jelenik meg. Hát igen, ezt egy türelemmel vannak szerintem azért olyan vezetők, én bízom benne, akik tényleg ismerik a környezetüket, tudják, mire számíthatnak, és akkor erre képesek figyelni. Nyilván, akinek van motoros előélete, az megint máshogy áll a motoroshoz, mert én nekem ezt a véremben van szinte, hogy motoros az úton van, bár télen ugye sokáig nem láttam őket, de már az első motorosra jó kedve lesz az embernek, komolyan mondom, mikor meglátom őket az úton, hogy kigurulnak egyáltalán. Na most az igazság az, hogy autósok között is vannak versengő típusok, motorosok között is vannak versengő típusok. Ezzel nem lehet mit kezdeni egyszerűen. Sajnos, ha egy motoros bukik, akkor ott sokkal nagyobb és hamarabb lesz belőle
híradó, mint egy személyi autónál, most összetörik az autó, ott többnyire azért az emberek nem annyira sérülékenyek. A legjobb védő felszerelés mellett is most mi védi azt a szerencsétlen motorost? Ha szerencsés helyre esik, akkor megúszza. Ha ott van egy fa, ott van egy oszlop, már nem biztos, hogy tud mit csinálni. Bocsánat, most átvenném a szót. Itt a védőfelszerelés a ruha. A strandpapucsos, rövidnadrágos, izomtrikós motorosok, hát őszintén megmondva, ha valami veszélyes, az piszkos, hát ha csak egy darázs beszabadul a nadrágba, akkor az ottan garantált a bukás. A másik dolog, hogy nagyon gyönyörűek a lányok a hátsó ülésen, gyönyörűen örülünk neki, hogyha látjuk, de rettegünk. Egy csúszásnál örök életre nyom marad egy ilyenből. Ha nem, a srác nem megfelelő cipőt vesz fel, a bokája jobb esetben oda van, rosszabb esetben leszakad. Tehát a ruházat mindenképpen, a normális isak, a motoros jacky, a jackyk protektorozva, vagy ha nem is protektorozva, legalább egy protektoringet alá felvéve. Ezek nagyon fontosak. A szemüveg, a zárcsisak mind-mind létfontosságú, és ezeket látom nagyon sok esetben, hogy nincs meg, nyáron főleg. A legbaleset veszélyesebb helyzetek, melyek ezek? Soroljuk fel, hogy mikor kell legjobban figyelni, azt gondolom, hogy ennél jobb zárszó talán nincs is. Hát nálunk ugye én most az oktatást hozom példának ebbe az esetbe természetesen, de egyébként azt gondolom, hogy Zoli is megerősíti, hogy azért a motorosok is gyakran előfordul, hogy társasággal együtt mennek. Nálunk a konvoj, ez egy igen. Szinte visszatérő probléma, pedig mi csak ugye két motorossal, max. Hárommal megyünk egyidejűleg. Ebben az esetben, ha udvarias is az az autós, ugye kiengedi az egyik motorost, ott a másik, azzal sokra nem megyünk. Most ez ott is úgy van, hogy azért azt egybe kell nézni, azt a két-három motorost, akik. Most nem a motoros találkozóról beszélek, mert akkor rendőrök hál' Istennek biztosítják a várost, és akkor azért örömmel nézzük végig, ahogy vonulnak végig előttünk. De az oktatásnál ez probléma, természetesen akkor még ott van a motoros oktató, akit azért szintén utánuk kellene engedni. Ez megint azt gondolom, én nem érzek egyébként ebbe sem kimondottan rossz szándékot, egyszerűen figyelmetlenek az autósok, hát ezt majd hosszú évek során azért megtanulják, akik erre nyitottak. Muszáj megkérdeznem a következőt. Az én párom, ő olyan, hogy ha lát egy motorost, akkor ő lejjebb húzódik, és gyakorlatilag kiengedi. De a többi autós nem húzódik lejjebb. Ez mennyire szerencsés dolog motoros szempontból, illetve baleset veszélyességi szempontból? Ilyenkor megköszönitek. Igen, hát ugye sok ember nem tudja, hogy amikor mondjuk a motoros kiteszi a lábát, az nem az, hogy nyújtózkodik, hanem azzal megköszöni. Vagy adott esetben egy kézmozdulat, hogy köszönjük szépen. Adott esetben van vészvillogó, felnyomja azt. Ez egy gesztus. Nagyon szépen köszönjük. Ugye motoros kénytelen legalább 3-4 autóval előbbre gondolkodni. Tehát, mert geometriából adódóan, lendületekből így. Tehát kénytelenek vagyunk. Balesetveszély szempontjából ez... Hát jó, rossz, megelőzi, generálja. Most, ha udvarias valaki, arra eleve nem mondhatjuk, hogy rossz, ez természetes. Mm-hmm. Nyilván a kreszben van egy jó kérdés, és erre ugye az a helyes válasz, hogy megfontoltan kell azért ezt az udvariasságot is alkalmazni. Ez a helyes válasz, természetesen erre tudok csak hivatkozni, hiszen azért valóban ebből is adódhat probléma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen a válaszaitokat. Köszönjük a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Mi pedig maradunk még tovább egy kicsit a tavasznál, a tavaszi pezsgésnél. Mutatunk néhány relaxáló képet, hiszen ránk fér most ezután a téma után. Thank you.
és hát nappal után az éjszaka, a szakmák éjszakájával foglalkozunk április lévén, ugyanis ez egy olyan program, ami az évnek ezen szakában szokott megrendezésre kerülni, hogy ilyen kicsit magyartalanul fogalmazzak. Ez egy nagyon jó rendezvény, de valójában azt gondolom, hogy a szakemberek többet tudnának erről mondani, illetve többet fognak tudni erről mondani. Rettegi Attila főigazgató urat üdvözlöm első körben a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumból, illetve Birosz Pál igazgató helyettest üdvözlöm Mester, önöket. Jelenek. Szakmák éjszakája. Kiknek ajánljuk? Hát a szakmák éjszakája így a tavaszi időszakban tavaszi időszakban szoktuk megrendezni, amikor már a nyolcadikosok beadták a jelentkezési lapjukat, tehát mi elsősorban a hetedikeseket, elsősorban, illetve minden érdeklődőt szeretettel várunk, akár felnőtteket is. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy ami a címében is van, hogy a szakmákra ráirányítsa a figyelmet. Köztudomású, hogy a szakmák világa is örökké változik, és ami esetleg a gyermekkorunkban kialakult kép egy-egy gyárépületről, üzemről, és hogy ott hogy is dolgoznak a fizikai munkások, ez is sokszor megváltozik, és érdemes ezt megnézni testközelből. Az iskolák ilyenkor különböző programokkal szólítják meg az érdeklődőket, próbálják becsalogatni az iskola épületébe a diákokat, felnőtteket, és sok esetben ezek a programok, rendezvények interaktívak, ki tudja próbálni magát a gyermek, mondjuk versenygép írhat a HBS-ben a gépíró tanulóval, és hasonló programokat kínálunk. És hol valósulhatnak meg ezek a programok, hiszen azért elég nehéz lehet egy oktatási intézményben bemutatni, mondjuk, ha itt nézem a képeket, akkor nem is tudom, ezt a hatalmas traktort, traktorkereket, egyéb ilyen feladatokat. Tehát hol valósulnak meg ezek a programok, igazgató helyettes úr? A programok nagy része egyébként az iskolákban valósul meg. Az iskolákban próbáljuk meg prezentálni a szakmákat. Ugye ez a programnak a része is egyébként országos szinten, hogy kipróbálják, kézbe fogják, meglássák, gyakorolják, és esetleg a produktumot azt el is vihetik, vagy örülhetnek neki. Tulajdonképpen ez a pályorientációs programjainknak a záró eseménye az év során az iskolák életében. Üzemek, gyárak, vállalkozások is vállaltak lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat. Ez azért érdekes, mert ide nem juthatunk el bármikor. Aztán lehet találkozni személyesen az iskolai igazgatókkal, tanárokkal, lehet velük elbeszélgetni. Meghívott vendégeink is vannak, akikkel a pályorientációs munkában dolgozunk, a Vas megyei Kereskedelmi Kamara, illetve a kormányhivatalnak a munkaügyekkel foglalkozó csoportjai, tehát hogy felnőtteknek is tudunk ajánlani, pszichológiai tesztek vannak, képzési formákról tudunk tájékoztatást adni, nappali, esti képzésekről, tehát nagyon-nagyon tág az a lehetőség, ahova el tudnak menni, és amivel tudnak találkozni a látogatók ezen a programon. Annyiszor említettük már a programokat. Nagyon izgalmasnak hangzanak. Említsünk meg néhány konkrétumot ezekkel kapcsolatban, esetleg az elmúlt évek tapasztalataiból, vagy hogyha most lesz valami nagy durranás, akkor azt is nyugodtan. Tehát milyen programokat kell itt elképzelni, mennyire látványosak, mennyire interaktívak? Igen, hát talán onnan indítanék, hogy a mi intézményünk, ez a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz 6 tagiskola tartozik, ebből 5 a legnagyobb iskolák hirdetik meg, adják a helyszínét a szakmák éjszakája rendezvényeinek, de az idei évnek külön sajátossága, hogy a két centrum, a Műszaki Szakképzési Centrummal közösen hirdettük meg a rendezvényeinket, az anyagainkat, és egyébként, hogy milyen programok lesznek, leginkább a szakmakeiszakaja.hu weboldalon, természetesen Szombathelyre, Vas megyére rákeresve lehet tájékozódni, illetve lehet tájékozódni az iskolák honlapján,
és a holnapi naptól kezdve a centrumunk honlapján is, a Facebook oldalunkon már ott van, tehát a kínálatot azt gondolom, hogy meg lehet majd találni itt a közeli napokban. És amit ajánlanánk, a korábbi években is volt már egy-két olyan jól bevált népszerű program, tehát hogy nagyon nem menjek messze, ahol a mi székhelyünk is van, a kereskedelmi szakgimnáziumban például azok a főző és cukrász bemutatók nagyon érdekesek és látványosak szoktak lenni, amit gyerekek is körbeállnak időnként, ezt itt is részt tudnak venni a műveletekben. Bocsánat, de ezt tanúsíthatom, tavaly ugyanis kint voltam, és tényleg egyszerűen hihetetlenül profi módon prezentálták részben a süteményeket, hát komolyan mondom, egyszerűen egy olyan visszatérhetetlen élmény volt, hogy valami elképesztő. Ezen egyszer részt kell venni, felnőttként is egyébként szerintem. Igen, akkor örülök, hogy megtetszett erősíteni, és örülök, hogy ez kívülről így volt látható tavaly is. És ugyanezen a helyszínen lesznek ott a kormányhivatal, illetve a kamara emberei, amiről kollégám is beszélt. Ami azért lehet jó, mert a gyerekek számára egyfajta pályatanácsadásra, valami értelmes beszélgetésre, tesztre is sort lehet keríteni, egy kicsit a tájékozódásukat formálni. Azt az idei évnek talán újdonság a korábbihoz képest, hogy a szakképzési centrum két nagyon jelentős pályázati projektet valósít meg. A GINOP 623 keretében, ami ugye egyébként a lemorzsolódás csökkentéséről szól, jelentős eszközfejlesztésekre is sor kerültek, és ennek látható jelei lesznek az idei szakmák éjszakáján, hiszen a Lego robot bemutatkozik, tehát lehet ezt a sárvári mindkét iskolában is megtekinteni, kipróbálni szintén, tehát játékos formában, hogy mire képesek ez a kis eszközök, amelyek hát kicsibe, de hát modellezi azt az automatizálást, ami egyre inkább áthatja majd az életünket, már a jelenünket is részben, de még inkább a közeljövőt. A Oladon úgy tudom, hogy a digitális közösség alkotóműhely néhány eleme már szintén látható lesz, például a 3D nyomtatás, és természetesen ott lesznek azok a szakmákhoz kötődő bemutatók, a Oladon például, tehát kozmetikusok, fodrászok, ruhakészítők, Sárváron is változatos szakmákban, például ott is a vendéglátás és idegenforgalom területén, a Tinódiba, Barabásba a műszaki szakmák, informatikai. Tehát mindegyik iskola, ami a maga palettáján, képzési palettáján árul, az megtekinthető lesz. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy sikerült is meggyőzni a nézőket, de még egyszer azért foglaljuk össze, hogy hol, mikor. Tehát a megyének a szakképző intézményeiben, ez 14 helyszínt jelent a két szakképzési centrumban, illetve üzemekben, gyárakban, vállalkozásoknál kihelyezetten, ezek előre tervezetten, illetve szervezetten vannak, és hát nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Én azt merném mondani, hogy a 0 évestől a 100 évesig, mert mindenki talál olyat, ami érdekes lehet számára, amit még nem látott. Ugye mindig próbáljuk a szakmán belül az újdonságokat, új technikákat megmutatni, technológiákat bemutatni, tehát biztos, hogy mindenki talál magának olyant az este során, ami ugye 12-én 6 órától 10 óráig tart az intézményekben, ahol mindenki jól érezheti magát. Várjuk Önöket sok szeretettel és az érdeklődőket. Köszönöm szépen az invitációt igazgató úrnak, illetve igazgató helyettes úrnak. Mi pedig folytatjuk műsorunkat, mégpedig a Roma Világnap alkalmából, illetve azzal kapcsolatosan. Egy olyan bejátszást mutatunk meg most Önöknek, amely a Berzsenyi Könyvtárban nyílt, nem olyan régen, néhány napja. Még látható egyébként, érdemes elmenni rá, mert hogy horgolt mesefigurákból és babákból nyílt ez a tárlat a Roma Kulturális Nap keretében.
A népszerű Ederlezivel, a cigány kesergőnek tartott balkáni dallammal vette kezdetét a Berzsenyi Könyvtár Roma Kulturális Napja, amely ezúttal Rácz Gyöngyi kiállításának megnyitójával várta az érdeklődőket. A gyerekek kedvencei ezek a mesefigurák, amelyeket a művész speciális japán technikával horgolt. Évek óta születnek a keze alatt az eleinte a gyerekei által inspirált, majd megrendelésre készülő játékok, köztük az egyedi tervezésű, barna fonalból horgolt, színes ruhadarabot viselő cigánybabák. Úgy gondoltam, hogy megnézem az interneten, hogy léteznek-e cigány babák az interneten, és nem találtam olyat, ami esztétikus lenne, tehát inkább ilyen karikatúra jellegű babákat találtam, és úgy gondoltam, hogy ez elég sajnálatos dolog, mert a játékon keresztül a gyerekek sok mindent tanulhatnak, például egymás elfogadását és önmagunk elfogadását, és ez utóbbit ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen hogyha magunkat elfogadjuk olyannak, amilyenek vagyunk, akkor arra jobban lehet építeni a továbbiakban. És úgy gondoltam, hogy ha a gyerekek el tudják képzelni magukról, hogy mondjuk ők is lehetnek királynők, mondjuk a Béka királyfi mellett ugye a cigány kis hercegnők, vagy királynők, vagy akár angyalok, vagy unikornis, mert most unikornist készítettem, akkor ha ők képesek elképzelni magukról sok mindent, hogy ők azonosulhatnak ezzel, akkor majd felnőtt korban is képesek lesznek elképzelni magukat különböző mondjuk pályákon. Szóval azt gondolom, hogy a játékon keresztül sok mindent meg lehet tanulni. A kiállítás megnyitóján Kocka Tibor alpolgármester a Roma önkormányzat sikeres kezdeményezéseit, köztük a Herényi festőtábort említette. Nagy Éva könyvtárigazgató pedig az előző évek roma rendezvényeit idézte fel. A kulturális nap a pécsi Gandhi gimnázium bemutatkozásával folytatódott. Az idén 25 éves intézmény két tanára beszélt a roma kultúra kevéssé ismert szeletéről, a roma mesék és mondák világáról. Cigány meséket, illetve a mondák világát nem lehet egyszerűen egyetemlegesen jellemezni, mert nagyon is különböznek egymástól. Alapvetően mi az iskolában ezt a különbözőséget is próbáljuk a diákjainknak visszatanítani, megtanítani, de nagyon sokszor tőlük kapunk éppen egy-egy új mesét, ami nagyon izgalmassá teszi ezeknek a tanulását. A cigány meséknek nagyon-nagyon fontos szórakoztató, de konfliktus feloldó szerepe is van. Általában felnőttek mesélték egymásnak, és a mai napig is inkább felnőtteknek szóló mesékről beszélünk. Persze a tündérmesék világa is nagyon-nagyon fontos, ami nagyon sokszor keveredik modern elemekkel, ami nagyon érdekessé teszi ezeket a meséket. Nagyon fontos a meséknek az igazságtartalma a mesélő szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon sok mindennek kritériumnak kell megfelelnie, hogy egy nagyon hagyományos cigány meséről beszélünk. Egyet beás nyelven is meghallgathattak a program résztvevői. A fökut hier, cagánula, sápcsimus davi a fökut. Hé, zsé, drágus, fönnci, zsí, köntar, de drágúdon, kit sápcsimus davi esci, szöfíj, zsí, sápcsikupi. Ez a mesemondó verseny most már valóban nagy múltra tekint vissza, tehát több mint 10 éve kerül megrendezésre, minden ősszel, tehát november táján rendezzük meg. Általános iskolásoknak hirdetjük meg, és azon kívül, hogy a hagyományápolás és a cigánymesék megismerése célunk az is, hogy ezek a diákok megismerjék a Gandhi gimnáziumot ezen a napon, és betekintést nyerhessenek a mi működésünkbe. Esetleg kedvet kapjanak hozzá, hogy nálunk folytassák tanulmányaikat. A Gandhi gimnázium jelentős szerepet vállal a roma tradíciók tovább örökítésében. Az iskolában cigány népismeretet, beás és romani nyelvet is oktatnak, és hagyományőrző együttest működtetnek. Diákjaik többsége az érettségi után is folytatja tanulmányait. 1971. április 8-án ült össze az első roma világkongresszus. Tulajdonképpen ezért van az, hogy most ünnepeljük a romák világnapját. Én azt gondolom, hogy fontos erről a kérdéskörről egy kicsit beszélgetni. A vendégem Ferkovics József,
művész úr, akit eddig ugyan munkásságáról ismertünk leginkább, de képviselő, a szombathelyi roma kisebbségi önkormányzat képviselőjeként üdvözlöm most itt. Üdvözlöm. Szeretettel köszöntöm, és hát az első kérdésem az rögtön az lenne, én a Wikipédiában önről a következőt olvastam, roma származású magyar grafikus és festő. Szóval roma, magyar, cigány, ez a három fogalom, ez használható, összemosható, vagy hogy is van ez? Érdekes, igen, de ez ennek az országnak a sajátossága. Hogyha külföldön vagyok, ott természetes, hogy az ember azt mondja, magyar képzőművész. Úgy is veszik, tehát nyilvánvaló. Itt az országban talán azért fontos, ez elég sokszor volt, főleg ilyen alkotótáborokban, hogyha a több ilyen roma képzőművész összejön, és főleg olyanok, akik már diplomások, tehát végeztek akár külföldi vagy magyar képzőművészeti egyetemen, hogy a szükséges-e az, hogy hangoztassuk azt, hogy mi roma származású képzőművészek vagyunk, amikor esetleg diplomával rendelkezünk, minden, tehát hogy nem abba a kategóriába tartozik esetleg, ami valamikor most már mondjuk, tehát azért divat a múlt volt, de egy felkapott ez az autodidakta naív festészet volt, és ami máig is azért elég erősen köztudatban van, a roma képzőművészetről beszélünk. És tehát kétfajta út van, az egyik az, hogy én azt tartom, azért fontos, legalábbis ebben az országban mondani, hogy roma származású képzőművész valaki, hogy példaképek legyenek. Tehát mivel nagyon sok roma fiatal nem is találkozik olyan emberekkel, főleg roma származású emberekkel, akik esetleg valamilyen magasabb iskolát végeztek volna el. Ami a Roma Világnapot illeti, itt Szombathelyen is megemlékeztek erről, konkrétan hogyan, kik, milyen keretek között, mivel? Amióta a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtárra felvettük a kapcsolatot, konkrétan a Nagy Éva igazgatónővel, azóta meghátozta, hál' Istennek most már azért jó baráti viszony is van köztünk. Minden évben, tehát 2015 óta, így április környékén, mert nem, az április 8 nem mindig úgy esik, hogy ami éppen megfelel mindenkinek, úgyhogy de egy közelítő időpontban a Roma Kultúra Világnapját megtartjuk. Számos olyan művész hívtunk le, mondhatnám a Jónás Judit, akkor a Nagy Gusztit, akkor a Romano Teatrót, akkor több a Jónás Tamás például, tehát több írót, költőt, akkor képzőművészeti kiállítás is volt, ami nagy dolog volt, hogy Balázs János képeinek volt kiállítása a könyvtárban, ez 2017-ben volt. Idén egy különlegességet akartam hozni ide, egy olyan képzőművészt, egy fiatal hölgy, aki nem csak fest, hanem horgol is, és ilyen kellemes kabala figurákat, tehát ilyen kézzel készített egyedi figurákat készít, egy nagyon művészi szinten, tehát egy professzionális szinten, és azt szerettük volna, hogy most látszák az emberek. És egy kicsit adtunk is belőle ízelítőt a nézőknek, hiszen egy néhány perces bejátszó erejéig azért kaptak néhány képet erről. Azért nem túl gyakran szembesülhetünk azzal, hogy a roma kultúra miért különleges, illetve mit kell tudni róla, mit kell tudni a romákról. Ugye általában az emberek vagy félre, vagy egyáltalán nem is ismerik őket. Mi az, amit ön fontosnak érez ezzel kapcsolatban elmondani, illetve tudatni az emberekkel? Semmivel se külön szerintem, mint bármelyik más kultúra. Úgyhogy főleg, hogy tehát ilyen 80-90-es évek elejétől, tehát ahogy megjelentek az első roma értelmiség, Lakatos Menyhért, vagy Csóli Daróci, vagy Péli Tamás, Szent András is, mert sorolhatnám, akik most már akár Kossuth Díjasok, vagy tehát több elismerést is kaptak. Ez szerintem most már kultúra szinte minden területén ugyanúgy jelen vannak, és
tehát van a professzionális szinten, hát amiben tudjuk mindenki, a nagyon professzionálisak a zene, ami a roma művészek többsége képvisel. Ez olyan, mintha génjeikbe lenne benne. Igen, így van. Tehát ez valószínű, hogy így van. Tehát, hogy már a kisgyerek is vagy kanalaz, vagy gitározik, vagy valami. De, tehát azért mondom, én úgy érzem, semmi különbség úgy nincs. Talán annyi, hogy talán a temperamentum, vagy a színvilág, mondjuk akár a képzőművészetben, vagy tehát egyéb más, de úgy különösképpen nem hiszem, hogy ennek olyan nagy kuriózuma volna attól, hogy most valaki roma képzőművész, vagy nem az. Ugyanúgy a zenészeknél is vannak, akik klasszikustól elkezdve, a jazzzenétől elkezdve. Talán inkább a népi kultúra, tehát itt vissza az autentikus zene, meg a ott lévő hagyományok, amik így másabbak, nyilvánvaló, és ezek, amik úgy szembe tűnök, például, mint az autentikus roma zene, ahol különleges hangszerek, például kanna, kanál, a gitár mellett, tehát egy klasszikus hangszer mellett, több olyan is van, ami ugye azért nem nagyon szoktak az emberek használni. Saját himnusza is van a romáknak, illetve saját zászlója, és ezt is viszonylag kevesen tudják. Mi az, ami ön szerint közelebb hozhatja, vagy mi az, amit egymásról tudniuk illik, vagy érdemes feltétlenül a fehérbőrűeknek, illetve a romáknak, vagy a többségnek és a romáknak, melyik a helyes kifejezés? Én szerintem az a nagy probléma, én 20 éve látom ennek a, tehát igazán súlyát, hogy a 20 év ez a félelemkeltésnek, tehát egy, ami ma megy a országban, akár tehát most a migráció, vagy bármivel kapcsolatban, ezek az emberekben egy olyan kétséget, félelmet ébresztenek a másság az idegen szerűségével. És konkrétan a bőrszínről beszélünk. Akár a bőrszín, így van, vagy esetleg az, hogy egy hevesebb vérmérsékletű ember, tehát esetleg hangosabban beszél, vagy nem szégyel éppen az utcán énekelni, olyan hangulata van, vagy bármi. És tehát ez a prüd, a világ, ami volt ebben a kommunista rendszerben, tehát hogy meg voltak határozva, hogy hogy viselkedünk, magatartási előírások voltak. Tehát ezektől egy ilyen lazább, meg nem felelni egy társadalomnak, tehát ilyen szempontból egy kicsit oldottabb állapotban, egy idegen dolog, tehát valószínű. Tehát én azt mondom, a többségi társadalom, tehát vagy a romák, meg ott is azt tartom hibának, ezt különben elsődlegesen a roma politikának tartom nagy hibájának, hogy a köztudatba építették szándékosan, vagy akaratlanul is, de az, hogy a médiákban csak azt mondjuk a romák és a magyarok, ezt egy akkora hibának tartom, mert a német kisebbség, vagy az örmény, vagy sorolhatnám a többi 12 kisebbséget, nem mondja azt, hogy mondjuk a örmény és a magyarok, meg egyéb. Tehát, hogy ezzel az elválasztózással szándékosan építettünk magyarul egy árkot, és ez a legnagyobb baj, hogy azok a roma értelmiségek, akik ezt látják és tudják, mi meg azt, hogy hidakat szeretnénk verni, tehát, hogy ezt a közeledést, tehát a távolodást valahogy megakadályozzuk, ilyen szempontból nagyon nehéz munkánk van. Egy szóval akkor mi a megoldás? Én úgy gondolom, hogy embert kell nézni. Tehát én azt szoktam mindig is mondani, hogy én nem hiszek abban, tehát hogy a X vagy Y ezért vagy azért nem lehet elítélni. Minden rétegben, tehát a társadalom bármelyik tagjában ott lehet akár a rossz vagy a jó, vagy bármi. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy vannak jó emberek, van akikkel én szívesebben beszélek, vagy szívesebben közeledek hozzájuk. Ez szimpátia kérdése, de mellette ne legyen, tehát, hogy, de az miatt mondjuk esetleg, mert lehet, hogy szimpatikus valaki nekem, de ő roma, azért nem állok vele szóba, ez, úgy érzem, ez nem helyén való. Ferkovics Józsefnek köszönöm szépen a gondolatait, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok!